tűzesetek. Tavaly összesen közel 600 lakástűz keletkezett Szabolcs-Szatmár-Berekben, 36%-kal több, mint 2021-ben. Ismét érkeznek. Felélénkült az egyházi turizmus Máriapócson az elmúlt egy évben. A korlátozások feloldása után több százezren látogattak el a nemzeti kegyhelyre. Felújítások, több jelentős útszakasz is megújult tavaly Tiszadobon, idén pedig folytatná az önkormányzat a megkezdett munkát. 2022-ben összesen közel 600 lakástűz keletkezett Szabolcs-Szatmár-Berekben, 36%-kal több, mint 2021-ben. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Ezekben 4 ember vesztette életét, több mint 40-en pedig megsérültek. A leghosszabb beavatkozást Gáva Vencsellőn kellett elvégezniük a tűzoltóknak, 6,5 órán keresztül tartott az oltás. Készenlétben várják a csizmák és nadrágok a riasztást a katasztrófa védelem nyíregyházi állomásán január közepén. De a szakembereknek már január első napján is akadt dolguk, amikor egy cserépkályha melletti fotel és rajta takarók égtek egy nyíregyházi, Rákóczi utcai ingatlanban. Ekkor személyi sérülés és lakosságvédelmi intézkedés nem történt. 2022-ben azonban ijesztően sok baleset történt. 560 lakástűz keletkezett Szabolcs-Szatmár-Berekben. Azért megdöbbentő ez a szám, mert hogyha a 2021-es adatokhoz viszonyítjuk, akkor 36%-kal több lakástűz keletkezett a térségünkben, szám szerint 147-tel több, mint 2021-ben. Természetesen voltak olyan lakástüzek, amely pár négyzetméteren pusztítottak, például a konyhában, de voltak olyan esetek is bőven, ahol egy-egy adott helyiség, vagy akár az egész adott ingatlan teljes terjedelmében égett. A leghosszabb beavatkozás az több mint 6,5 órán keresztül tartott, a nyíregyházi hivatásos, valamint az ibrányi önkormányzati tűzoltók avatkoztak be nem is oly rég, decemberben egy Gáva Vencsellői lakatlan ingatlannál, a 60 négyzetméteres épület teljes terjedelmében égett. A leggyakrabban nyílt láng használata, elektromos probléma, a fűtési rendszer hibája, főzés vagy dohányzás vezetett tűzhöz 2022-ben. Továbbra is sok bajt okoznak a kémények. 127 alkalommal a kéményből indult ki a tűz, ami 37%-os növekedés a korábbi év kémény tüzeihez képest. Elmondható, hogy igenis gondatlanság, figyelmetlenségből adódik a legtöbb dolog. A kéményseprés ingyenes. A kéményseprés online, telefonon bárhogy lefoglalható az időpont. Ráadásul, hogyha te pénteken délelőtt térsz rá, akkor kereshetsz olyan időpontot, hogy pénteken délelőtt érkezzen hozzád a kéményseprő. Az 560 tűzzel érintett otthon közül egyik helyszínen sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek. Egy-egy ilyen érzékelő akár tragédiákat előzhet meg. Viszont ezzel szemben érdemes kiemelni, hogy a szénmonoxid érzékelők egyre több otthonban vannak jelen. Ez is érzékeli, ez is mutatja a tavalyi számadat, miszerint 72 esetben érkezett szénmonoxiddal kapcsolatos jelzés a katasztrófavédelem megyei egységeihez. Ez ugyan 20 esettel több, mint 2021-ben, viszont tényleg azt mutatja, hogy valószínű azért tettek bejelentést, azért tettek jelzést, mert hogy jelzett az otthonukban a szénmonoxid érzékelő. Az érzékelők terjedésének köszönhetően 58%-kal csökkent a mérgezések száma, összesen 22 ember szenvedett valamilyen mértékű szénmonoxid mérgezést. 2022-ben országosan 19 ember vesztette életét a mérgező gáz miatt, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2 ember. A tűz pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében 15 lakástűz után indult tűzvizsgálat 2022-ben. A szerdai árcsökkenés után péntektől újra kevesebbe kerül az üzemanyag, hét közepén a benzin 12, a gázolaj átlagára 10 forinttal csökkent, de érdemes még várniuk az autósoknak, péntektől ugyanis még olcsóbb lesz a tankolás a töltőállomásokon. A benzin ára bruttó 4 forinttal csökken, a gázolaj átlagára pedig 9 forinttal mérséklődik a hét utolsó munkanapján. Egy liter 95-ös benzinért így 642 forintot, a gázolajért pedig 701 forintot kell fizetni.
Újra felélénkült az egyházi turizmus Máriapócson az elmúlt egy évben. A korlátozások feloldása után több százezren látogattak el a nemzeti kegyhelyre. A városban jelentős fejlesztések is megvalósultak, megújult a települést átszelő főút, valamint új kerékpárút is épült 2022-ben Pócs Petri irányában. Az önkormányzat 2023-ban szeretné tovább javítani a közlekedési feltételeket. Napelemek sorakoznak Máriapócs óvodáján. Miután az utóbbi egy-két évben az önkormányzathoz tartozó épületek többségén elvégezték az energetikai korszerűsítéseket, jelentős rezsiköltségeket tudnak megspórolni, mondta el Papp Bertalan, a város polgármestere. Most köszönnek vissza azok a sikeres pályázataink, amit az elmúlt években megnyertünk. Tehát a LED világítást tudtuk cserélni a köztéri oszlopokon, illetve szinte minden egy épületünk kívül mindenhol energiatakarékos rendszer tudtunk kilakítani. Ez óriási dolog, pláne most, amikor 6-7-szeres a gázár, nem vagyunk kiszolgáltatott állapotban, ez óriási könnyebbség az önkormányzatnak. A koronavírus 2020 és 2021 első felében jelentősen visszavetette az egyházi turizmust Máriapócson. Az elmúlt szűk egy évben azonban már újra korlátozások nélkül lehetett megrendezni a búcsukat a nemzeti kegyhelynél. A városban megvalósított fejlesztések részben idegenforgalmi, részben biztonsági célokat szolgáltak, belterületi utak újultak meg, és új kerékpárút is épült. Nagy öröm, hogy a búcsukat most már sikeresen meg tudtuk rendezni. Két év Covid után az nagy öröm volt, és nagy feladat is volt, de nagyon örömmel végezzük a feladatunkat, mert elsősorban az önkormányzatnak ez az elsőleget feladata, hogy a nemzeti kegyhely feladatát végezze. Fejlesztések is voltak. Nagyon fontos lépés volt, hogy a Máriapócsot átszelő főútvonal felújításra került, egy top pályázat jó voltából, illetve a kerékpárutat be tudtuk végezni Pócs Petri irányába. A polgármester hozzátette, idén szeretnének Kálló-Semjén irányában is kerékpárutat építeni, emellett a Nyírgyulaj felé vezető utat is szeretnék felújítani és kiszélesíteni. Nyíregyháza családi házas övezeteiben és lakótelepein külön körjáratban viszik el a kihelyezett fenyőfákat, vidéken pedig biohulladékként szállítják el az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Munkatársai a fákat. A földlabdás, cserepes fenyőket azonban érdemes személyesen leadni a hulladékudvarban. Már nincsenek díszek ezeken a fenyőfákon. A legtöbb lakásban január 6-án, vagyis vízkereszt napján véget ért a karácsonyi ünnepkör. Nyíregyháza egyik legnagyobb lakótelepén örökös földön az elmúlt napokban például ennél a lámpaoszlopnál gyűltek a már használhatatlan fenyők. Némelyiken még a talp is rajta maradt. Ez azonban nem szabályos. Ahhoz, hogy megkönnyítsük a hulladék szállítók munkáját, minden díszt le kell szedni a fáról. Nem kell azonban összekötözni, hogy kevesebb helyet foglaljon, és nem kell zsákba tenni sem. Vidéken is ugyanígy működik naptár alapján zöld hulladék begyűjtési napokon, de legyünk őszinték, azért a vidéken ez nem egy súlyos probléma, hogy mit kezdjünk januárban a karácsonyfákkal. Ami még nehezebb, meg komolyabb dolog Nyíregyházán a társasházas övezetek, ugye ott vannak megszokott területek, ahova a lakosok kihordják a karácsonyfákat, mi azokat igyekezzük dedikált gyűjtőjárattal begyűjteni. A gond és probléma akkor van, amikor néhány fenyőfa már van egy adott utcasarokra vagy egy térsarkára kihelyezve, és onnantól az állampolgárok azt gondolják, hogy az egy kvázi legális hulladékgyűjtő sziget, és onnantól kezdve, hűtőszekrénytől kezdve ágymatracig minden megtalálható a karácsonyfa mellett. Tehát nagyon kérjük, hogy ilyet ne tegyenek meg a tisztelt lakosok. Sokan nem vágott fenyőt állítottak fel a lakásban karácsonyfaként, hanem földlabdás, vagyis gyökeres kisfát választottak. Ha ezeket nem tudják hova kiültetni az ünnep után, érdemes személyesen leadni valamelyik nyíregyházi hulladékudvarban. A karácsonyfa gyűjtő akcióban külön tételként szerepel a töves fenyő begyűjtése. Ugye azt mind a két hulladékudvarunkban várjuk itt Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utcán, illetve a Kerék utcán is. A konténeres fenyőkért rögtön adunk 4000 forint vásárlási utalványt a Nyír.vv Nonprofit Kft.-vel együttműködve, illetve a sorsoláson is részt vesznek majd ezek az utalványok is.
Az utalványt például növényvásárlásra lehet felhasználni, de beváltható könyvesboltban, állateledelüzletben és optikában is. Az akció január 21-ig tart, a kapott nyereményszelvények ekkor sorsoláson vesznek majd részt. Több jelentős útszakasz is megújult 2022-ben Tiszadobon, 2023-ban pedig folytatná az önkormányzat a megkezdett munkát, erre több pályázatot is benyújtottak. Emellett a temető ravatalozója is felújításra szorul. A tapasztalatok szerint kifizetődnek a beruházások a községben, a turisztikai fejlesztés csomagból vásárolt sárkányhajót például már sok turista kipróbálhatta. 2023-ban a járda és útfelújításokra szeretne nagy hangsúlyt fektetni Tiszadob önkormányzata. Erre egy 10 millió forintos támogatást már biztosan elnyertek, és várják, hogy döntés szülessen a 20 millió forintos belügyminisztériumi pályázatról. Ezt szintén járda felújításra szeretnék fordítani. Az autóval és kerékpárral közlekedőkre is gondolnak. Három forgalmas útszakasz felújítása van tervben, amelyhez 41 millió forintos támogatásra lenne szükség. Az útfelújítások sora azonban már 2022-ben elkezdődött. Volt egy közel 22 millió forintos útpályázatunk, amit a márciusi ideg miatt csak áprilisban tudtunk megkezdeni az idén, de sikerrel befejeztük. Településnek két forgalmas útszakaszát érintette ez a pályázat. Az egyik az egy központilag épített és megújult kondiparkhoz irányított útpályázat volt, a másik pedig van nekünk egy úgynevezett névtelen útunk, ahol rákötő utak vannak, és ezt aszfaltoztuk, ez egy sikeres pályázat volt. Aztán ugyanebben az időszakban saját erőből temetőhöz vezető utat is felújítottuk, végső soron ugyanakkor, de azt saját pénzből, tehát ez nem pályázati forrásból. Mindezek mellett a település ellátáshoz szükséges munkagépeket, kézi szerszámokat is tudtak vásárolni. Nagy jelentőségű 54 millió forintos pályázat volt a bölcsőde kialakítása. Egy épületfelújítást tette lehetővé, hogy létrehozzák a 8 férőhelyes bölcsődét. Ennek műszaki átadása októberben megtörtént, a használatba vételi engedély megkérése folyamatban van, a tervek szerint tavasszal vehetik majd birtokba a gyerekek az épületet. Ez legalább annyira időszerű, mint a társulásban megvalósított turisztikai pályázat volt. A több mint 700 millió forintos csomagból Tiszadobra 64 millió forint jutott. Tulajdonképpen Tiszadobnak van egy úgynevezett holtiszája, ez a falut fél körébe öleli át, és ugye ennek a holtiszai résznek van egy úgynevezett szabadstrand része is, és a szabadstrand részéhez, tehát ugye szabadstrandhoz közel gyakorlatilag rátelepülve volt egy telk az önkormányzatnak, ezen a telken volt egy pici kommunális helység, ami tulajdonképpen működött a strandhoz. Ehhez a strandhoz építettünk egy közösségi házat parkolókkal, tehát hogy a ide látogató, meg a település lakó is arra megy a strandra, akkor ezekbe a parkolókba tud parkolni. És van nekünk egy csodálatos helytörténelmi gyűjtemények háza, amit egy nagyon régi iskolából alakítottunk, először is saját erőből hát. Ez a helytörténelmi gyűjtemények háza az működött, de hát ugye valamikor közmunkásokkal hoztuk létre, ami abszolút pozitív érték, mert egy elavuló félbe lévő régi iskola épületet újítottunk fel annak idején. Hát erre az épületre egy hatalmas tatarozás, felújítás rászolgált, és a másik nagy része a pályázatnak, ennek a turisztikai pályázatnak, ennek a helytörténelmi gyűjtemények házának a felújítása volt. A fejlesztési csomag harmadik része közel 13 millió forint pedig arra szolgált, hogy a fiatalok sportolási lehetőségeit bővítsék. Sárkányhajót, csónakokat és mentő mellényeket vásárolt az önkormányzat, amelyet 2022 nyarán már használatba is vehettek a helyiek és az ide érkező turisták.
Egy természetfotós madárlest is kialakítottak a Tiszadobi Ártér természetvédelmi területén. A detektív üveges vízi madárles elsősorban a környezeti nevelés, oktatás és a gyerektáborok céljára készült. Munka, magánélet, valamint anyagi és egészségügyi biztonság. Egy felmérés alapján ezek határozzák meg leginkább a magyarok boldogságérzetét. A kérdőívet több mint 30 ezeren töltötték ki, amelyből az is kiderült, általánosságban rosszabbul érezzük magunkat, mint egy évvel korábban. Így néz ki Magyarország boldogság térképe. Az átlag az 5-ös érték körül mozog, tehát az emberek nagyrészt közepesen érzik magukat, se túl jól, se túl rosszul. Árnyalatnyi különbségek mégis vannak. A térkép alapján Vasvár megyében a legboldogabbak az emberek, és Nógrádban élnek a legboldogtalanabbak. A lista negatív végén áll Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye. Rendkívül nagyon negatív vándorlási különbözet, az azt jelenti, hogy nagyon sokan elhagyják a megyét, és jellemzően Nyugat-Magyarországra költöznek, illetve Budapestre, és itt jellemzően azok költöznek el, akiknek magasabb iskolai végzettségük van, esetleg egy nagyon jó szakmával rendelkeznek, és ez nyilván az ott maradottakra nézve nem annyira előnyös. És ugye tudjuk, hogy minél alacsonyabb valakinek az iskolázottsága, az nagyon-nagyon nagyban megnehezíti a munkaerőpiaci helytállást. És hogyha megnézzük a KSH legutóbbi statisztikáit, ami a 2022-es év első fél évét öleli fel. Van egy ilyen aloldaluk, hogy fókuszban a megyék, és itt meg lehet nézni pontosan, hogy hogy alakulnak a megyénként például a munkanélküliségi ráta, az Nógrád vármegye után Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a legrosszabb. Hasonlóan beszédes a foglalkoztatási ráta, amely nálunk 68,2%, míg Győrben 78%. A pénzcentrum szerkesztője azonban az átlagkeresetet emelte ki, mint a boldogságot leginkább meghatározó tényezőt. Míg Budapesten az átlagkereset nettó 417 ezer forint, Győrmoson van 345 ezer forint, addig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 239 ezer forint. Tehát a boldogság, az elégedettségérzés mindig valamilyen szinten összefügg az anyagi helyzettel. Tehát nem is szabad szerintem csodálkozni, hogy mivel itt a legalacsonyabb az átlagkereset, a nettó átlagkereset, ezért itt érzik magukat a legelégedetlenebbeknek az emberek. Országosan összesítésben is sokat romlott a magyarok anyagi biztonságérzete. A korábbi 6,57-es szintről 4,8-ra zuhant. Ez volt a második ilyen országos felmérés, amely lesújtó eredményt hozott. Ezt a következővel lehet majd javítani, amely november közepén indul, kitöltése pedig körülbelül 5 percet vesz igénybe. Győzelemmel kezdte a felkészülési meccsek sorát a Nyíregyháza Spartakusz Visinka Ede együttese Kazincz Barcikán Pekár és Sigér góljával nyert 2-0-ra. A spari szombaton 13 órai kezdettel a szlovák másodosztályban szereplő FK Košice ellen lép pályára örökösföldön. Szombaton folytatódik a nyíregyházi kispályás téri terem labdarúgó bajnokság, a sorozatra 33 csapat nevezett, a mérkőzéseknek a nyírpazonyi sportcsarnok ad otthont. A bajnoki cím sorsa február 25-én a hagyományos szuper döntőben dől majd el. Az ország egyik legnagyobb rendszeres, szabadidős rendezvényének számít a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokság. Az elmúlt év augusztusában 10, köztük 3 öreg fiúk csoportban 107 csapat vágott neki a 2022-23-as idénynek. Ugyanennyi együttes fejezte be az őszi szezont, amelyben 300 meccset kellett megrendezniük a szervezőknek. Minden rendben lement a nehézségek ellenére, hiszen a bajnokság közepén, május közepén ugye 3 pályát a stadioni beruházás miatt át kellett, hogy adjunk, ezért csak a DE és F pályán játszhattunk, illetve a kisműfős pályán is folytak a mérkőzések, de ezzel megszűnt a szerdai esőnap,
tökéletesen jól sikerült befejezni. Két olyan komoly esőnap volt, ami miatt halasztani kellett, de ezeket is bepótoltuk, sőt a csapatok partnerek voltak abban, hogy az elmaradt mérkőzéseket a kisműfűves pályán hétvégén is tudtuk pótolni, ezért bezártuk az őszi idényt, és természetesen várjuk majd a tavasz idényt. Itt is ugyanúgy azok a nehézségekkel szembenéznünk, amik eddig voltak, hiszen a stadioni beruházás az továbbra is zajlik, és én bízom benne, hogy a jövő év elejére már vissza tudjuk majd kapni azt a három pályát is. A szabadtéri szezon végeztével a hagyományokhoz híven elkezdődött a terembajnokság, amelyet ezúttal új helyszínen rendeznek. Nyírpazonyba, egy csodálatos sportcsarnokba kezdtük el a bajnokságot. Itt is sokáig rezgett a léc, hiszen úgy volt, hogy nem fogjuk tudni megrendezni a bajnokságot. Ugye a bencsbe, ahol eddig több mint 10 éve bonyolítottuk a bajnokságot, oda került az utánpótlás, sőt az élsport is. Ott játszott már mérkőzéseket és az edzések miatt, így nem tudtuk azt a helyszínt igénybe venni, máshol pedig nem volt lehetőség itt Nyíregyházán, de Dugay László nyírpazony polgármesterre segítőkezet nyújtott felénk, és kellemes bérleti díj mellett tudtuk elkezdeni a bajnokságot november 12-én, és most már mondhatom azt, hogy a felénél tart a bajnokság, hiszen 100 mérkőzést lejátszottunk, 33 csapat játszik a bajnokságban, ABC csoportokban, és a csoportokban ugye körmérkőzés van, mindenki játszik mindenkivel, és február 25-én egy nagyszabású szuper döntővel zárjuk, mint ahogy eddig is a kispályás bajnokságot. A 33 csapat közül három mondhatja magát 100%-osnak. Az A csoportban a Hetbent Kft. És a Marsó Kft., a B csoportban pedig a Messer United várja hibátlanul a szombati folytatást. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. 2022-ben összesen közel 600 lakástűz keletkezett Szabolcs-Szatmár-Berekben, 36%-kal több, mint 2021-ben. Ezekben 4 ember vesztette életét, több mint 40-en pedig megsérültek. A leghosszabb beavatkozást Gáva Vencsellőn kellett elvégezniük a tűzoltóknak, 6,5 órán keresztül tartott az oltás. Újra felélénkült az egyházi turizmus Máriapócson az elmúlt egy évben. A korlátozások feloldása után több százezren látogattak el a nemzeti kegyhelyre. A városban jelentős fejlesztések is megvalósultak, megújult a települést átszelő főút, valamint új kerékpárút is épült 2022-ben Pócs Petri irányában. Az önkormányzat 2023-ban szeretné tovább javítani a közlekedési feltételeket. Több jelentős útszakasz is megújult 2022-ben Tiszadobon, 2023-ban pedig folytatná az önkormányzat a megkezdett munkát, erre több pályázatot is benyújtottak. Emellett a temető ravatalozója is felújításra szorul, a tapasztalatok szerint kifizetődnek a beruházások a községben, a turisztikai fejlesztés csomagból vásárolt sárkányhajót például már sok turista kipróbálhatta. Január 12-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés friss információkkal, pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken napközben jó részt erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő várható, eleinte északon helyenként eshet, majd késő délutántól több helyen lehet eső, zápor, a hegyvidéki tájakon havas eső, hó. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között valószínű.